Petőfi Rádió a Van egy oldal a Facebookon, amit elég gyakran nézegetek mostanában, bevallom őszintén, hogy csak nemrég fedeztem fel, és nagyon örülök, hogy rátaláltam, mert nagyon érdekes írások jelennek meg nap mint nap, menetrend szerint reggel hétkor. Ez az újságmúzeum, amiről most Salendre szerkesztővel beszélgetek majd. Jó reggelt kívánok, szia! Szia, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Kezdjük akkor az elején. Emlékszel arra a pillanatra, amikor megfogalmazódott benned az újságmúzeum ötlete? Hogy nem? Pontosan úgy történt, hogy 2017. március 24-én este, miután letettem aludni a középső fiamat Martint, akkor kimentem a konyhába, leültem a gép elé. Persze már korábban is megfogalmazódott bennem, hogy, hogy szükség lenne egy nosztalgikus oldalra, de akkor a tettek mezeire léptem, és hát ö, regisztráltam az újságmúzeum oldalt. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a fogadtatása. Bevallom őszintén, hogy hogy hát mondhatom, hogy ekkora sikerre azért én sem számítottam, de hát lubiszkolok benne, és nagyon örülök annak, hogy, hogy, ennyi ember szeret nosztalgiázni, és ez az oldal különösen azért is értékes szerintem, és az olvasók szerint is, mert valóban a béke szigete, itt az emberek összejönnek, nosztalgiáznak, régi történeteket felelelítenek magukban, és utána meg a kommentekben meg, megosztják az emlékeiket, beszélgetnek. De akkor ez szólhat a mai fiatalokhoz is? Én szeretném, hogy nekik is szóljon, sőt, az lenne az egyik célom, hogy a fiatalok is csatlakozzanak, és megismerjék ezeket az embereket. Előtte végeztél valamilyen mini közvélemény a környezetedben, hogy lenne igény egy ilyen oldalra? Nem, ez nem. egy ilyen késztetés uh -huh. volt. Én világéletemben újságíró voltam, és világéletemben nosztalgikus alkat voltam és vagyok. Én ez jó amúgy, ez a nosztalgikus hajlam? A nosztalgia Kicsit az Kicsit hogy, hát, hogy, hogy mindig a múltba. Nem mindig nem, visz, mindig, nem mindig, hiszen a jelenben is élek, mert van három fiam, feleségem, van munkám, tehát ez a hobbi, ez a szenvedély. Én, én, mindig azt gondolom magamra, hogy én valójában a század előn éltem, és <laughs> ott is szeretnék élni. Adi Endre társaságában, a három hullóban, vagy pedig a New York kávéházban, Kosztolányi Dezső asztalánál, csak lesném őket, tátott szája. Nem mennél oda menni? <laughs> hmm, idővel biztosan. Talán még azt is megengednék, hogy megkínálom őket egy kávéval, de a viccet félretérve a nosztalgia szerintem egy nagyon jó dolog, és én természetesnek érzem, sokan azt mondják, hogy persze az idő megszépít mindent, és aki nem érzi jól magát a jelenben, az a múltba fordul. Én nem így érzem, inkább azt mondom, hogy vannak életszakaszok, amikor ezek a nosztalgikus érzések jobban megtalálják az embert. És te most pont egy ilyenben vagy. Én folyamatosan. Vagy folyamatosan. Miről szólt a legelső írásod? említetted 2017, már már nem emlékszem, hogy milyen hónapot is mondtál. Március? Március 24. 24. Na, amikor leültél ott a gép elé, akkor mit kezdtél el pötyögni? Az első írásom egy 1919-es május 1-én megjelent népszaváról szólt, akkor csak újságról írtam először, méghozzá azért volt érdekes számomra, mert ez egy cenzúrázott lap volt, ami azt jelenti, hogy semmi nem volt a címlapon. Tehát üres volt a címlap, úgy jelent meg az újság. Ennek még nem volt akkora sikere. Idő után viszont rájöttem, hogy nem volt nehéz erre rájönni, hogy az újságok helyett az emberek szívesebben olvasnak azokról, akik az újságokban szerepelnek, uh -huh. és így azért így formálódott az oldal az évek során. Folyamatosan bővül a követői bázis. Hát igazából a Facebook algoritmusát elég nehéz lekövetni, de valahogy neked sikerül fenntartanod az érdeklődést és az interaktivitást. Mi a titok? Már Á, titok a titok az olvasókban rejlik, és a nosztalgiában. Megmondom őszintén, én is azért meglepődtem, ezt az évet 35 ezer követővel kezdtem, és most 92 ezernél járunk, ami nagyon jó érzés. Hát egyrészt a nosztalgia mellett az is benne van, hogy ugye a fiatalok inkább elmentek az Instagram felé, és ott maradt a Facebook, és az idősebb korosztály pedig rátalált. És az idősebbek pedig szeretnének olvasni, és, és én úgy vágynak éreztem... a tartalomra? Ezt mi nagyon vágynak. Igen? Én úgy látom, nagyon vágynak. Nem uh, mindegy, hogy mi ez a tartalom. Inkább nem az mindegy, azt mondom, hogy a minőségi tartalomra. Uh -huh. Az olyan komolyabb cikkekre szerintem igény van, ahol valóban van benne energia, és valóban komoly kutató munka előzi meg. Én megmondom őszintén, hogy napokat dolgozok egy cikkem, és nekem nagyon-nagyon sok régi újságom van, azokból jegyzetelek, mellette pedig szerencsére már vannak olyan felületek, ahol meg lehet nézni digitalizált formában a régi lapokat, és ezzel is élek. Erről majd még szeretnének külön kérdezni, de most amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt a legnépszerűbb poszt eddig Az új Oldalán. A legnépszerűbb poszt több is volt írtam <kül> például egy megemlékezés Gősi Zoltáról. Róla tudni kell, hogy 2000-ben Görögországban nyaralt előnászuton a kedvesével, és meglátotta a vízben hánykódni egy, egy angol turistát, és beugrott a vízbe utána, és kimentette. Sajnos viszont ő a habokban lelte a halálát, és az oltáról emlékeztem meg. Ez az írás több mint 1 millió 700 ezer emberhez jutott el a Facebookon, de ugyancsak volt múlt hónapban egy megemlékezésem Kun Péterről, ő a Eddának volt a gitárosa, és egy tragikus balesetben halt meg még a 90-es években. Ezt is, szerintem és, van. és azt is nagyon sokan elolvasták. Én ennek azért örülök, mert tényleg az van, hogy nem felejtünk, és nem felejtünk el embereket, és ebben nekem is részem van, hogy hogyan emlékezünk a korábbi nagyságainkra, vagy például olyan emberek, mint a Zoltán, aki ugye a életét áldozta másért. Rengeteg visszajelzés érkezik hozzád nap, mint nap. Mi az, amire a legbüszkébb vagy? Ami nagyon betalált nálad olyan dicséret. A legbüszkébb a, legnagyobb fiam dicséretére van. Bálintnak hívják, 17 éves, és, és hát ugye ők a de egyre inkább észreveszi ezt az oldalt, és, és ahogy látom, olvasgatja, és, és ő már néha mondja azt, hogy apa, ez, ez tényleg nagyon jó volt. És ez <tosz> számomra <tosz> nagyon <tosz> nagy dicséret. Ugyanis fontos, hogy mit mond a feleségem, meg hát az is fontos, hogy mit mond a másik két kisgyerekem, a Martin és a Márk, de hát ők még picik, tehát még ők nem tudják ezt értékelni, de nem is azért vagyok az ő életükben, hogy most az újságmúzeumról szóljon. Sok visszajelzést kapok, és nagyon jó érzéssel töltem, de még egyszer hangsúlyozom, hogy, hogy a legjobb ember az egészben a maga a közösség. Tehát egy-egy cikkhez hozzászól 4-500 ember, és és tényleg kialakul egy nagyon jó beszélgetés, és ami nagyon fontos, nincsenek trólok, uh -huh. nincsenek bántások, itt az emberek tényleg közösen emlékeznek, is, és jól érzik magukat. Beszéljünk kicsit az előkészületekről. Nagyon-nagyon sokrétű az oldal, tehát a legendás színészektől, színésznőktől kezdve, az első magyarországi gyorsétteremlánc megnyitóján áll át, sportolókig, zenészekig bezárólag sok téma, sokféle téma terítékre kerül. Mi alapján választasz ki egy adott témát? Ami téged érdekel? Igen. Ami engem érdekel, persze tartozik, hogy arra is félek, hogy mi vagy másokat is szeretnék bevonni ebbe a közös emlékezésbe, ezért uh, nyilvánvaló, hogy uh, olyan témákhoz nyúlok, ami másokat is érdekel. De alapvetően azt élvezem ebben a legjobban, hogy itt aztán tényleg én vagyok a gyakornok, én vagyok a szerkesztő, én vagyok a főszerkesztő, minden én vagyok, nincs főnököm, és tényleg az van, hogy. Van mensú. Így van. Igen. Az van, hogy kitalálom, hogy éppen miről írok. Persze, nyilvánvalóan rengeteg előkészület zajlik, tehát nekem megvannak a jegyzeteim, ugye, kiküldtem. Vegyünk más. akkor egy konkrét példát. Most a héten olvastam a, a Csillagok háborúja 79-es Magyarországi Premieréről Igen. szóló írásodat. Na, van például rengeteg adat szerepel, idézett cikkekből, illetve kritikákból. Hol lehet ezeknek? utána nézni egyáltalán? Hát saját gyűjteményből. Nekem van egy újság múzeumom, ha még nem mondtam volna, tehát nekem volt kiállításom is újságokból. Pont Pécsen, ha már Pécel Dórival beszélgetek. <laughs> Pécelen volt egy kiállításom március 15-én idén. Én ezekre az újságokra hagyatkozom, és nem reklámot csinálva, de vannak már olyan felületek, ahol digitális formában meg lehet tekinteni a korábbi lapokat. Én is ezt tettem, ez egy hosszabb kutatomunka volt. Mindent elolvastam, ahol a csillagok háborújának a Magyarországi bemutatója szóba került, és hát ebből állítottam össze a végeleményben. Ez hány napi volt? Mondjuk például ez a cikk. Ez most nem volt annyira sok, ez nem. kettő nap. Inkább úgy fogalmazok, kettő éjszaka. Ugyanis azt tudni kell, nekem van főállásom. Pécelem vagyok kommunikációs vezető a, az önkormányzatnál, és én éjszaka, miután a gyerekek lefeküdtek aludni, akkor letelepszem a konyhába, és én akkor végzem. Mikor állsz? Ez egy nagyon jó kérdés. <hállt> nagyon jó kérdés. Én négy-öt órát alszom, hát reggel ugye hétkor kell, kell. Azért mondom, hogy ez, ez a szenvedélyem. Van olyan téma, ami már nagyon régóta foglalkoztat, de valamilyen oknál fogva még nem sikerült belevágnod, megírnod. Folyamatosan van. Most van egy kis álmom, de azt viszont nem árulhatom el. Szeretnék most kimenni majd a konyhámból, ahol írom ezeket a cikkeket, és személyesen találkozni valakivel. Uh -huh. Ő, őről annyit mondok, hogy egy gyerekszínész volt a 70-es években, az egyik legismertebb, és most remeteként él. Uh -huh. Nagyon régóta nem nyilatkozott senkinek, és, és én szeretnék vele beszélni. Annyit még elárulok, hogy izgalmasabbat tegyem, hogy a Dunakanyarban él jelen pillanatban remeteként és én azt szeretném megkeresni, hogy, hogy adjon egy interjút az újságmúzeumnál. Na jó, akkor kíváncsian várjuk a végeredményt. Ugye Johnny Weissmullertől kezdve Jávor Pálon át rengeteg ismert és legendás emberről írtál már az újságmúzeum oldalán, úgy, mintha személyesen ismerted volna a régmúlt nagyjait. Talán épp ez is lehet a titka az oldalnak, hogy szeretettel készültek ezek a cikkek, és érezni ezt. Lejön, hogy benne van szíved, lelked, ez most tőlem egy dicséret. Ez nagyon jó esik. Benne van szívem, lelkem, teszem hozzá, hogy rengeteg munka is van benne. Egyébként nagyon büszke vagyok például, most eszembe, hogy Kovács Krisztián, a népszerű gyerekszínész, biztos emlékszünk rá sokan, ugye a szerepelt a Hahoőcsibe, a Barátom Boncába, a Kemény Kalap Krumplió, utánam srácok. Imádtom. Tehát, tehát a, 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 aki a 70-es, 80-as években volt gyerek, hát tudja, a Krisztián volt az első számú gyerekszínész, aztán hosszú időre eltűnt, felnőtt, abba a színészkedést, informatikus lett, elment dolgozni Angliába, dolgozott Ausztriába, és hát, amikor róla írtam, egy nem is megemlékezés, mert hála Istennek jól van, és él és virul, akkor hozzászólt a, a, a cikkhez, és fölvettem vele a kapcsolatot. Mi és szólt hozzá? Vagy mi volt a kommentjében? <coughs> A... Nem, nem, azt természetesen nem kell megköszönni, hanem, hanem neki volt egy emlékkönyve, amiben a forgatások alatt a, a legnagyobb színészek Básti Lajostól kezdve Dajka Margitig beleírtak az emlékkönyvébe, és akkor azokból elkezdett ö, posztolni a cikk alá, aminek nagyon örültem, és hát megkerestem. Bár volt bennem egy kis félelem, hiszen azt tudom, hogy 35 éve senkinek nem nyilatkozott. Tehát ő azt mondta, hogy lezárta azt az életét, és ehhez képest csodát, csodájára azt mondta, hogy most kivételt tesz, mert úgy érezte, hogy ez, a, ez, az újságmúzeum, meg a közönsége, meg az a hangulat, ami ott van, ez méltó arra, hogy ő újra nyilatkozon, és akkor készítettem vele egy hosszabb lélegzetű interjút, amire tényleg büszke vagyok. Hova futhat ki még az újságmúzeum, mik a terveid? Van ugye már, vannak már ugye könyvek, volt kiállítás, milyen lehetőségek vannak még az újságban? Hát ha szabad mondanom, könyv lesz. Karácsony előtt jelenik meg egy, egy, kötetem, amitől hát én sok olvasót remélek, és mellette pedig folytatom az újságmúzeumot ugyanúgy, hogy mi a határ? A határ az nem tőlem függ, hanem attól, hogy mennyien találnak rá, és mennyien érzik úgy, hogy, hogy érdemes egy kávé mellett reggel nosztalgiázni egy picit. Az álmod, hogy egyszer csak ez legyen? Ez a szerelem projekt az életedben? Azt pontosan eltaláltad, igen. Ezt Mitől én szeretném. Függ ez? Hát ö... hogyan lehet egy ilyen Facebook oldalból? Facebook, megélni, oldalból vagy? Facebook oldalból nem lehet megélni, és nem is az a célom. Az biztos, hogy hirdetéseket nem szeretnék elhelyezni az oldalon, nem akarom, hogy megtörjön a varázs. Viszont van más módja is annak, hogy egyszer talán eljutok oda, hogy az újság múzeum lesz a főállásom, és akkor nem éjjel, írom majd, hanem nappal kicsit kipihent ebben, és kicsit több energiával. Így legyen én. Azt kívánom, hogy valósuljon meg ez az álmod. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor sok-sok hasonlóan tartalmas posztot várunk az újságmúzeum oldalán. Legyen én mit olvasni. Én köszönöm neked, hogy elhívtatok.